Alukagy Barna, és ebben a videóban egy eléggé sokak által érintett témáról szeretnék beszélni, bemutatni, kipróbáljuk, hogyan működik, teszteljük, csináljuk, igazániból minden, amit csak erre tudok mondani, és ráadásul hihetetlenül egyszerűen, az pedig az, hogy hogyan tudunk egy többnyelvű weboldalt fölépíteni, valóban kezdőknek, könnyedén, mondjuk haladóknak is ugyanúgy, de ugyanakkor főleg kezdők számára nagyon könnyű, nem fog igényelni mindenféle programozói, technikai vagy bármi hasonló tudást, de ennyit is inkább a rizsáról térjünk át gyorsan egy bevezető intróra, és megmutatom lépésről lépésre, hogy hogy tudjuk használni TranslatePress-nek mind az ingyenes, majd később a pro verzióját arra, hogy többnyelvű weblapot hozzunk létre. Mielőtt belekezdenénk, azért gyorsan pár szót, hogy mi is ez a TranslatePress. Na most korábban ugye a Polylang vagy a WPML nevezetű bővítményeket szoktuk használni annak érdekébe, hogy egy multilanguális vagy egy többnyelvű weblapot létrehozzunk, és ezzel az volt a probléma, hogy igazániból egy, nagyon szerettek összeakadni sok mindennel, kettő, egy igazi frusztráció volt sok esetben ezeket alkalmazni, hiába nem volt túlzottan más lehetőség, kisebb problémákat okozott, viszont az utóbbi időszakban, és ez nem ugye az elmúlt pár hónapra, hanem egy kicsivel korábban, de létrejött maga a TranslatePress nevezetű bővítmény, és időközben rengeteg fejlesztést kapott, ennek van egy ingyenes és van egy fizetős verziója. Na most mi első körben az ingyenes verzióját fogjuk kipróbálni, hogy vajon meddig tudsz eljutni ezzel az eszközzel ilyen formában, milyen beállítási lehetőségeket kapunk alapból, és mi van akkor, hogyha mondjuk egy fizetős verzióját hozzáadunk, de erre majd a megfelelő résznél. Úgyhogy szerintem váltsunk is át képernyő nézetre, itt van az én kis demo oldalam. Amit itt szeretnék csinálni, ugye ez egy angol nyelvű oldal, és nekem szükségem lenne arra, hogy ez magyar nyelven is elérhető legyen. Most általában itt ugye akkor azzal kezdjük, hogy bemegyünk a WordPress admin felületére, itt most csak szándékosan megpróbálom kezdő szemszögből követni a dolgokat. Ja igen, és a videó alatt egyébként ott van az index, tehát hogyha előrébb szeretnél repülni, akkor ugye megoldható, ugyanakkor fél pillanat az egész. De bemegyünk ugye a bővítményekhez, és itt amit tennünk kell, az annyi, hogy vagy az új hozzáadása gombot használjuk, vagy eleve a bővítményeknél az új hozzáadása lehetőséget fogjuk választani, és én most gyorsan szimulálom is ezt a dolgot, mert nekem már telepítve van. A keresőnkbe beírjuk, hogy TranslatePress, majd amint a kereső ugye kihozza, már is megmutatom, hogy melyik az, amit mi keresünk, rögtön a legelsőt, ezt a rengeteg szerzős verzióval, ugye több mint 200 ezer bekapcsolt aktív verziója van, és ez teljesen jó, hogy az Automatic Translate addon is van hozzá, ami egyébként használható lesz majd, de hogyha esetleg ott tartunk majd akkor, hogy a magyar nyelvnek, meg az automata fordítás, ez a kettő dolog nem okvetlen szokott kéz a kézben járni, úgyhogy ezt nem okvetlen merem javasolni első körben. A lényeg, hogyha a telepítés most gombra kattintottál és telepítette, akkor a bekapcsolás gombra, hogyha kattintunk, az első dolog, amit kapni fogunk, az az, hogy kapunk egy értesítést, hogy kellene egy kulcs. Na most jelenleg nincsen kulcsunk, hiszen ez egy ingyenes verzió, így járt, hagyjál békén minket. Ki is kattintjuk a jobb szélső X-el, minket ez most nem érdekel. Ugyanakkor, ami megjelent, az egy a beállítások, tehát a bal oldalsó menüben, a beállítások mellett kaptunk egy értesítést, hogy egy értesítésünk van, és fent az admin sávban látjuk, hogy van egy Translate Site és Settings gomb. Kezdjük a beállításokkal. Ha a beállításokhoz megyünk, és ott is a Translate Press-re kattintunk, ahol ugye előtte a probléma volt, akkor itt én, upszika, ezt kitörlöm, akkor alapból a default language, vagy ugye az alapértelmezett nyelvezetünk, az az lesz, amivel maga az oldal telepítve volt, tehát az én esetemben magyar és ugye Hungarianre is van állítva, és ez így teljesen jó. Na már most, ha szeretnénk még egy nyelvet hozzáadni, már csak így rögtön kezdésképpen, akkor ugye az Add gombra kell kattintanunk itt a nyelv lehetőségeknél, és hogyha hajlandó lesz működni, akkor ezt meg is tesszük. Na most lehetséges, hogy nekem csak azért, mert itt belekavarodtam egy icike-picikét, úgyhogy elnézést, megpróbáljuk még egyszer. Bocsánat, én voltam ugye. Jó, tehát a legördülő menüben először kiválasztjuk, hogy mondjuk English
United States, tehát hogy az amerikai, vagy a UK, hogyha esetleg angol, de igazándiból bármilyen nyelvre, hogyha szükséged van, a legördülő menüből kiválasztod, és utána nyomjuk meg az Add vagy a hozzáadás gombot, még egyszer elnézést. És ezután, hogyha szeretnénk további nyelveket hozzáadni, elméletileg próbáljuk meg. Igen, tehát az ingyenesben, jól emlékeztem, az ingyenesben mindössze egy extra nyelvet adhatsz hozzá, ha pedig több nyelvet szeretnél, akkor a fizetős verzióra kell váltani. Viszont, mielőtt tovább haladunk, egy apró kis tényező, ha a fizetős verzióról beszélünk, itt most ugye kétfajta nézője van az én videóimnak általában, egy, ha még esetleg nem ismered a csatornámat és még újonc vagy itt, akkor ez most egy új információ lesz számodra, ha pedig mondjuk egy HelloPack előfizető vagy, akkor sok sikert nektek, megvan a fizetős verziója a HelloPackban, tehát ez majd akkor későbbiekben egy nagyon fontos info lesz. Tehát, ha esetleg még nem tudsz a HelloPackról, és ez most nem egy szponzorált valami, tehát ez félreértés ne essék, ha nem tudsz a HelloPackról, a HelloPack ez egy ilyen gyűjtő, prémium, support jellegű szolgáltatás, ahol igazándiból a zip fájlokat megkapod. Tehát sok minden formában tudjuk ezt a részét nevezni, mindenki eldönti saját magának, amikor ott van. Én bizonyos oldalakon használom, és igazából a GPL licenszekkel semmi problémám, remek Discord szerver megy, ahol megállás nélküliek a kibeszélések, illetve a Facebook csoportban is megy fontosan ugye a támogatás, úgyhogy ez egy másik kérdés, és a HelloPackban kivételesen ez is benne van, a videó alatti leírásban pedig megtalálod a kuponkódomat és a linkemet, hogyha esetleg azt használod, akkor pedig egy állandó vagy 10 vagy 15%-ot is kapsz még az előfizetésedre, úgyhogy ezt mindenképpen használd ki, esetleg szeretnéd, ha pedig nem, akkor pedig ugye egyértelműen Translate Press oldalán elő lehet fizetni, de ezt majd megnézzük későbbiekben. Úgyhogy most, hogy az undorító reklámnak vége, menjünk is vissza, nézzük, hogy pontosan hogy is működik a dolog. Tehát, hogyha neked megvan ugye a fizetős verziója és telepítetted, akkor itt ugye több nyelv hozzáadását is adni fogja lehetőségképpen, úgyhogy ezt egyelőre anyagoljuk. Menjünk is lejjebb, nézzük meg Native Language Name, tehát az, hogy szeretnénk-e maga a kiválasztott nyelveket az adott nyelven írja ki, tehát a magyart ugye magyarnak nevezze, és ne pedig Hungariannek, mert hogyha nem, akkor annyit mond nekünk, hogy ha ez itt nemre van állítva, akkor angolul fogja kiírni, tehát nem magyar lesz kiírva, hanem Hungarian. Ahogyan haladunk lefelé, itt még lesz egy-két apró kis beállítás, amit meg tudunk nézni. Szóval, az első ebből, ugye ez a Use a Subdirectory for the Default Language, ez alapból nemre van állítva, mondván azért, mert nem szeretnéd, hogy az alapnyelvet is mondjuk egy al URL vagy webcímbe rakja be, tehát például esetünkben legyen mondjuk a demódot local per who per home, vagy ugye főoldal, ezt nem szeretnénk, úgyhogy ez alapból nemre van állítva, és így nem kapunk magának az alapnyelvnek, tehát a magyar nyelvnek egy plusz részleget magába a webcímbe. A következő lehetőségünk, ez a Force Language in Custom Links, lényegében arra utal, hogy mindenképpen szeretnénk, hogyha az egyedi linkekben is megtartaná a jelenlegi nyelvezetet, tehát ne legyen semmiféle galiba röviden és tömören. Ezért is van ugye igenre állítva alapból. Na most a következő már egy fokkal fontosabb beállítások lesznek, ez pedig maga az, hogy a nyelv választási lehetőségeinkre milyen vizuális reprezentációt kapunk. Ugye alapból kipipálva van, és nem is nagyon tudunk vele mit kezdeni, ez a shortcode verziójára, illetve a menü item, vagy a menü elem verziójára. Itt csak a legördülőben ki tudjuk választani, hogy pontosan mit is szeretnénk, de látom a legördülő az nem jelent meg, úgyhogy csak így végigmegyek a lehetőségeken. Tehát menjünk szépen sorba, full language names, tehát a teljes nyelv neve, vagy a rövidített verziója ugye a nyelv nevének, vagy a zászló és a teljes kiírás, vagy a zászló és csak a rövidítés, vagy csak a zászlók. Ezek ugye a lehetőségek. Na most a harmadik opció az viszont már választható, ez pedig a Floating Language Selection, ezt majd mindjárt meg is mutatom, de majd ki fogjuk kapcsolni későbbiekben. Egyelőre most a tesztelés miatt mindenképpen bent hagyjuk, ez pedig egy ilyen kis nyelvválasztót elhelyez nekünk, ahol szeretnénk, tehát mondjuk most éppen a button right, tehát a jobb alsó részlegén fogja használni ugye az oldalunknak, ez lehet ugye alsó, bal, felső, jobb vagy felső,
bal, úgyhogy menjünk vissza a button right-ra, maga a színezése ugye sötét vagy világos, és ugyanúgy a lehetőségeket megkaptuk, úgyhogy megyünk mondjuk egy teljes megnevezésre. Illetve még az utolsó az a Show Powered by Translate Press, ez csak akkor, hogyha szeretnél kreditet adni maga a bővítmény gyártójának, nem túl professional, ugye egy professional, vagy egy jobb minőségű weblapon ezt így kirakni, úgyhogy nagyon jó fejek voltak egyébként, ezt meg kell hagynom, hogy az ingyenes verziónál ez választható lehetőség. A Save Changes gombra, hogyha rákattintunk, tehát ugye a beállítások mentése, akkor az eddigi munkásságunkat remélhetőleg el fogja menteni, és igen, az angol meg is van. Nos, menjünk át akkor a fő oldalunkra, és nézzük meg, hogy mit is kaptunk így alaphangon első résznek, és hogyha megnézed, akkor itt alul van is egy magyar, illetve átkattintunk ugye UK-re, illetve angolra, akkor ugye az angolnak kéne betölteni, hanem most megint lokálon vagyok így picit lassú néha napján, majd visszakattinthatunk magyarra. Ez tök jó, de hogyan működik akkor ugye maga a nyelv választása, szerkesztése, hiszen ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy mindig általában duplikálni kell a tartalmakat, és mindenféle buherálást csinálni annak érdekében, hogy most akkor mi, hogyan, miképpen, stb. Most ezt felejtsd el igazándiból, tehát Translate Pencil, ez így, ahogy van elfelejthető, nagyon egyszerű, kint vagyunk a főoldalon, azon a nyelven, amin ugye az alap nyelvezetünk van, és itt fönt nagyon-nagyon egyszerűen a Translate Page gombra kattintunk. Mellékesen megjegyzem, ez a demo oldal az én kis Katka template pakkomból az egyik demo főoldal, tehát ez egy Elementorral készült főoldal, úgyhogy ennyiből könnyű kellene, hogy legyen. És már is látni fogod, hogy a bal szélén betöltött nekünk egy teljesen új típusú, mégis ismerős felületet, és a jobb oldalon, el is tüntetem magamat, pedig maga a tartalom. Na most, hogyha a tartalom fölé húzom az egeremet, akkor látod, hogy megjelenik egy ilyen kis ceruza ikon ezek mellett, és ezeket valójában mindegyiket majd egyesével lehet szerkeszteni. De nézzük sorba. A bal oldalon, amit kapunk, az ugye egyrészt van egy legördülő, hogy milyen nyelven vagyunk jelenleg, és alatta, hogy melyik stringet vagy melyik short szeretnénk majd lefordítani, és itt ugye egy picit előreugrott a dolog, mert az elérhető szöveges tartalmakat megpróbálta előre nekünk ezt megadni. Illetve ez a view as, tehát az, mint hogy jelenleg, mint a jelenlegi felhasználó, hogy látjuk, hogy a logged out, tehát mint a teljesen hétköznapi visitor, vagy ugye látogató, hogy hogyan látna, ez mondjuk attól függ ugye, hogy milyen szerkesztések vannak gondolatodba, és ilyenkor jön az, hogy kapunk is egy kis reklámot, hogy ha ugye fizetős verziót feltelepíted, akkor ugye egyrészt 221 extra nyelvet tudsz hozzáadni, tehát lényegében minden nyelvet hozzá tudsz adni akár egy weblaphoz, SEO support ugye a Yoast bővítményhez. Igazándiból ezt nem teljesen értem, de ez egy másik kérdés, a SEO részét még tesztelnünk kell, úgyhogy majd ezt a videóban élőben kipróbáljuk, hogy hogy működik. Más típussal, mondjuk az SEO Press-szel vagy a RankMath-tel, ezt majd megnézzük mindjárt. Tehát maga a SEO címet, leírást és a szlogot, tehát ugye ez a webcím része szokott lenni, ezeket is állítólag majd le lehet fordítani, és ezt mondom, tehát ez a fizetőshöz. Csak akkor szeretnénk publikálni, amikor már kész a fordítás, tehát nem menet közben. Más típusú user, vagy ugye, mint az előbb néztük, hogy milyen típusú bejelentkezett felhasználónként is megtekinthetjük, illetve különböző menü elemeket adhatunk hozzá nyelvenként is. Ami még itt van, ez az Automatic User Language Detection, ez megint csak egy olyan dolog, amit nem szívesen kapcsolnék be én személy szerint, ez pedig az, hogy a felhasználó böngészője alapján kideríti, hogy milyen nyelvet használ, és azt a nyelvet fogja automatikusan betölteni. Na most ez csak azért gáz, mert mondjuk, hogyha nekem is ugye nézi valaki az oktató videóimat, már bocsánat, de mondjuk például a VP-suli oldalamon, és mondjuk valaki Angliából, tehát egy Angliában élő magyar szeretné ezt megnézni, akkor automatikusan átváltana angol nyelvre, miközben ez egy magyar weblap és egy magyar nézi Angliában, de mondjuk egy helyben vásárolt laptopról olvasol, és pontosan ezért angolul fogja megjeleníteni, az ugye nem lenne egy teljesen jó élmény, és össze-vissza kellene kattintgatni. Mindenki el tudja dönteni, ugye ez a tartalmattól függ, hogy neked mire van szükséged. Én úgy vagyok vele, hogy ha ugye specifikus nyelvterületre készítesz, akkor ugye más a kérdés, de hogyha mondjuk egy német, egy angol, meg egy magyar
piacra készítesz, és ugye specifikus tartalmak, akkor például egyébként ez egy kimondottan hasznos dolog lehet, hiszen a százalékok, hogy kinél lehetne ez probléma, teljesen más kérdés. De maradjunk a lényegnél, kattintsunk az elsőre, így ez a Katka App Template, Elementor Template, mint az első H1-es címsorom. Látni fogod, hogy from magyar, tehát ugye magyarból is kapunk egy zászló reprezentációt, ugye az alap felirata. Most itt pont fordítva van, de ezzel ne foglalkozzunk, mert angol tartalmat töltöttem be egy magyar oldalon. To English. Még az, hogy mi legyen ugye az angol neve. Ez most csak legyen nagyon-nagyon egyszerűen csak ennyit fogom tartani, hogy ENG, tehát ugye az English-nek a rövidítésével. És szeretném ezt, hogy esetleg váltunk, akkor ugye ez jelenjen. Na most, hogyha ki szeretné diktatni az eddigi munkásságodat, akkor itt van a Discard Changes gomb, ugye ennek a jobb sarkában, ez látszik rendesen, és már is eltűnik, hogy ott mi volt. Ha pedig szeretnénk menteni, akkor így. Nagyon fontos, hogy fönt Save Translation gombra vagy kattints arra, vagy pedig a Ctrl-S-t, hogyha megnyomod, akkor ez mint shortcode, vagy ugye Command S, attól függ, hogy Mac-es vagy Windows-os vagy, akkor ez is működik. És amint megvolt, a Next gombbal kattintva megyünk is tovább a következőre, és így tudjuk kényelmesen lefordítani összes tartalmat. Na most, hogyha itt mennénk szépen ugye tovább, mondjuk egy-kettőt még lefordítom, mondjuk a download legyen, ez mondom, elnézést, teljesen meg van fordítva az egész. Csak így nagyon egyszerűen letöltés, Ctrl-S vagy Command-S. És ami viszont fontos és érdekes, hogy ugye például mi van a képekkel. Most, hogyha képed mondjuk X nyelven jelenik meg, akkor azt is képes vagy, ha ugye megszerkesztetted, és mondjuk az egyik képen magyar felirat van, a másik képen angol felirat van, akkor azt is ugyanúgy egyszerűen csak a szerkesztésre kattintva, és hogyha megnézed, akkor ugye nem szöveget fog nekünk kérni, hanem ugye az image source, tehát a maga a kép forrása, és van itt egy add media gomb, tehát ugye a média hozzáadása gomb, és amit erre kattintunk, eltüntetem magamat, a szokásos médiatár fog megjelenni, legyen mondjuk jó, ezt most benéztem, nekem kell egy szélesebb kép, legyen ő, és amint ez megtörtént, el is mentjük a fordításunkat. Amint úgy érzed, hogy készen vagy, de egyébként próbáljuk ki, hogy nem, itt nem működik a váltás, úgyhogy jó. A bal felső sarokban az X-el, tehát a Close Editor gombbal, hogyha rákattintunk, akkor ugye visszatérünk magára az oldalra, és már is megnézzük, hogy mit is értünk el. Most ugye alapból, tehát tudom, ez most még mindig kavarodás lesz, tehát angol nyelvű demo van egy magyar oldalra betöltve, elnézést emiatt, de hogyha váltunk mondjuk ugye a másik nyelvre, amin elkezdtünk dolgozni, akkor kellene látnunk, hogy az előző mentett változásaink megjelennek, tehát ugye ott van az eng, letöltés, és maga a kép is megváltozott annak a nyelvnek a beállított média tartalmára. Ennyire egyszerűen tudunk egész oldalakat lefordítani. De nézzük csak, hogy mi az, amit még esetleg kapunk. Tehát itt most már ugye igazániból ennyire egyszerű a Translate Press használata. Egy jó barátomnak is odaadtam, hogy próbálja ki, használja, éppen építi a weblapját. Totálisan kezdő, a tanfolyamomat végezte el jóformán, az alapján építi a weblapját, egyébként kimondottan ügyes, ha már itt tartunk. És az első alkalommal csak megmutattam ezt a pár gombnyomást, hogy mit kell csinálni, és egy este alatt lefordította a teljes weblapjának a tartalmát, tehát teljesen kezdők számára ennyire barátságos és egyszerű a használata. No de, nézzük csak, nekünk még szükségünk van egy pár dologra. Egyrészt itt az oldal tartalmát szeretném gyorsan átállítani. Ez lehet, hogy csúnya lesz első körben, de mindjárt meg is nézzük, mert nekünk kell egy olyan, hogy ezt kell oldalsáv, egy olyan kell nekünk, hogy rendben vannak, sablon minta, akkor teljes szélesség, ütés, nem magam innét. Ez csak azért, mert szeretnék egy menüt előhozni, ugyanis most az ingyenes Elementort használjuk, illetve ha már itt vagyunk, a teljes képernyőből is kijövünk, oda megtekint, és egy nagyon csúnya menünek kellene fönn megjelennie, hogyha mindent megpróbál berakni oda, úgyhogy nem, szuper, működik. A lényeg, hogy a fő oldalunk
rendben van. És nekünk az lenne most itt a lényeg, hogy a menübe helyezzük el, tehát most itt a... Nem, arra. Igen, arra. Aha. Na mindegy, érted a lényeget. A Booksimtól arra kellene, hogy legyen egy language switcher, és ezt kellene valahogy elérni. Lehet, hogy kivágom ezt a bénázást, de lehet, hogy bent hagyom, hadd nevessél egy jót legalább rajta. Tehát szeretnénk oda egy language switcher csinálni, mondjuk, hogy mindenből az ingyenest használod, mert bármilyen oknál fogva teljesen mindegy, de a fizetős Translate Press esetében ugyanígy fogsz járni, a fizetős Generate Press Premium-mal ugyanígy fogsz járni, hogy a menübe be tudod tenni. Menjünk és szerkesszük a menünket, tehát ugye fölé húzzuk az egerünket a oldalunknak a nevéhez, ez most lehet, hogy be is lépsz a vezérlőpultra, itt most megyünk a rövidebb úton és rákattintunk a menük lehetőségre. Most, hogy itt vagyunk, akkor nekünk kell egy demo home, ez csak azért, hogy könnyebb legyen az életem. Tehát van egy fő oldalunk, és valamit ki akarok próbálni rögtön, nem, ez csak a fizetősben lesz. A fizetősben, hogyha a menü item addon be van kapcsolva, ezt majd mindjárt megnézzük, akkor kell, hogy legyen egy lehetőség, hogy az adott menü elem melyik nyelveken jelent meg. Egy próbát azért megért, mert az ingyenest még ilyen formátumban nem használtam. De szeretnénk hozzáadni egy nyelvválasztót, hogyha megnézed, a bal oldalon van egy language switcher opció, és itt kaphatunk egy olyat, hogy az ellentétes nyelvet mutassa meg, angol, magyar, vagy ugye az current language, az pedig az aktuális nyelvet mutatja meg. Most itt menjünk az opposite language-re, ami az ellentétes nyelvet fogja majd megmutatni. Bármilyen oknál fogva csak ezt adjuk most így hirtelen hozzá. És ha lekattintunk, akkor láthatjuk, hogy túlzottan sok más nincsen. Viszont, ha én tudom, hogy az angol lenne a másik nyelv, akkor itt tudunk egy ilyet csinálni. Mivel tudom, hogy magyar lenne ugye az alapja, bár nem is biztos, hogy lenne. Nem, ezt inkább eltávolítom, és inkább a jelenlegit adjuk hozzá. Csak az, hogy lényeg, hogy mit is látunk valójában először, mielőtt bármi szerkesztésbe belekezdek. Menjünk vissza a főoldalra, tehát most a current, tehát a jelenlegi nyelvet adtuk hozzá. Megnézzük, hogy igen. Tehát nyugodtan szerkeszthetjük. Az a felirat igazándiból semmit nem fog számítani. Úgyhogy ez annyit tesz, hogy visszamegyünk a vezérlőpult megjelenés menükbe. Ezt innét a current language-et, tehát a jelenlegi nyelvet eltüntetem, és az opposite language-et fogom hozzáadni, tehát hogy az ellentétes nyelvet adja hozzá, menümentése, és amint kimegyünk, akkor ugye az ellentétes nyelvet kellene, hogy megmutassa, esetünkben, hogy az angolt kellene, hogy kiírja. Másodperc, és ott van, amint rákattintunk, pedig megkapjuk, kellene, és utána jön egy nagyon érdekes kis trükk az ingyenes Translate Press-hez. Igen, működik, jó. Most van egy érdekesség, amit mindenképpen ki akarok próbálni, és ez elméletileg arról szólna, hogy a menü elemeket az ingyenessel hogy tudjuk lefordítani. Úgyhogy amikor itt vagyunk ugye a főoldalon, menjünk is vissza inkább a magyar verzióra, és amikor a magyar verzión vagyunk, és a Translate Page gombra kattintunk, ugye itt fönt az admin menüsorban, akkor ha emlékszel, az elején mutattam, hogy van ez a második opció, tehát ugye itt a nyelvválasztó mellett, hogy milyen stringek vagy szövegsorok vannak. Ha ezt kiválasztjuk, akkor elméletileg ki tudjuk választani, és itt vannak, jó, itt vannak, hogy kategória, hogy mi legyen a különböző menüelemeknek a lefordított nyelvezete. Egy pillanatra el is tüntetem magamat, és innen tegyen, ugye legyen kategóri, kivételesen egy valami a megfelelő nyelvezettel indul, és formában fog majd megjelenni. Tehát itt még mindig az ingyenes Translate Press-t használjuk, ezt csak úgy szólok egy gyorsaság kedvéért. Elmentettük, nyomunk neki a bal felső sarokban egy kilépést, egy X-et, és elméletileg, hogyha átváltunk English-re, akkor a kategória menü, itt kategóri kellene, hogy kiírva legyen nekünk, annak megfelelően, és ennyire egyszerű magát a menü elemeket lefordítani, és még mindig az ingyenes Translate Press-t használjuk. Jó, ebből elég volt, menjünk is a Translate Page alatt van egy Settings gomb, ez elvileg be fog vinni minket ugye a beállításokhoz, ahol az alsó mászkáló language vagy nyelv választót én ki is kapcsolom, ugye ez a jobb alsó sarokban, legalábbis oda volt ugye állítva utoljára. Na most nézzük, hogy milyen kiegészítők lehetnének.
Ugye a SEO-pak, ennek lenne a lényege, hogy a különböző SEO bővítményekkel együtt kellene tudnia dolgozni. Ugye a multiple languages az alapból működne, ez a kettő az alapból működne állítólag, hogyha el van indítva. És még vannak itt olyanok, hogy igazából csak azok vannak, hogy jól nézem, amiket eddig is mondtam, illetve a translator account az az, hogy elvileg kapunk hozzá segítséget, de ez egy másik kérdés. Most én bemegyek a bővítményekhez, és gyorsan feltöltöm a fizetős verzióját ennek az egésznek, úgyhogy új hozzáadása, hogyha megvetted a fizetőst, vagy HelloPack felhasználó vagy, és letöltötted ugye a megfelelő zippet, akkor bővítmények új hozzáadása, bővítmény feltöltése, böngészésre rákattintunk. Itt kell nekünk egy olyan, hogy 5 perc csak, hova is mentettem le, lementettem le, amint hajlandó lesz feltölteni és installálni, akkor azonnal aktiváljuk, hiszen túlzottan sok dolgunk nem lesz vele. Egy-két másik dolgot is elintézett nekünk, nagyon szépen köszönjük, hogy egyszerre próbált meg mindent. Bővítmény bekapcsolása, a többi fordítás frissítésével nem foglalkozunk, mert közöm nincs, hogy miért pont éppen, vagy miért pont most csinálta. Látni fogod, hogy a Translate Press esetünkben ugye a business verziója ott van. De lássuk, hogy milyen lehetőséget kaptunk, tehát a beállítások menüben a Translate Press-re, hogyha kattintunk, akkor elméletileg, most én a szériál kóddal nem foglalkozok, hiszen csak Naturba a zippet feltelepítettem. Ha fölmegyünk az addons részére, akkor elméletileg aktiválhatom a SEO-pakkot. Nézzük így hirtelen, ez is működik, Multiple Languages működik, a DeepL automata fordítás az már automatikusan be van kapcsolva, az automata felhasználó nyelv detekciót bekapcsolhatom, hogyha akarom, Browse as User Role, tehát ez az, amit ugye beszéltünk, hogy különböző regisztrált tagi szinteken, vagy ugye felhasználói szinteken lehet nézni, és a Navigation Based on Language, tehát hogy a különböző nyelvre, különböző menü elemeket adhatunk hozzá, ezt mindenképpen aktiváljuk, mert ez egy kimondottan hasznos dolognak hangzik. Ez amint megvan, nagyszerű. Menjünk akkor egy olyanba, hogy nekünk csakartunk, Navigation, tehát megjelenés, menük. Megnézzük, hogy milyen új lehetőséget kaptunk. Tehát ott van mondjuk a kategória. Ha megnézed, akkor láthatod, hogy kaptunk ugye új lehetőségeket, tehát ugye az All Languages az, hogy mindenkinek ez univerzálisan megmutatható legyen, csak angol, vagy magyar, vagy ugye, hogyha mind a kettő, hogyha mondjuk három nyelv volna, kiválaszthatjuk, hogy melyik nyelv lássa, és melyik nyelv ne lássa. Ez volt, amit ugye az előbb bekapcsoltunk, hogy ki szeretném próbálni, ez mi is. A másik érdekesség, ami még mindenképpen érdekelne, az az, hogy ha most megyünk az oldalakhoz, igen, nincsen mit mentenünk, kell nekünk egy demo fő oldal, ezt szeretnénk szerkeszteni. Nem szabadna, hogy itt legyen bármi is, úgyhogy ez csak egy próba lesz ebben az esetben. Nézzük is, pontosan így történt, semmi. Úgyhogy megyünk a bővítményekhez, és telepítünk valamiféle fajta SEO bővítményt, de minden esetre nem a Yoastot. Úgyhogy új hozzáadása, és tettem magam egy pillanatra, legyen a jól bevált SEO Press, de mehetsz egyébként a RankMath-tel, vagy bármi mással. Megnézzük, hogy bármi más, ami nem Yoast, az is működik-e igazándiból. SEO Press telepítés, és amint megvan, aktiváljuk, és megyünk vissza a demo oldalunkat, megnézzük, hogy valójában is történt vele. Nézzük. Ja. Mindenesetre, amíg a telepítés elzajlik, addig egy gyors reklám. Ha esetleg még nem tudod, és szeretnél esetleg támogatni, akkor egyrészt a HelloPack előfizetéseddel továbbra is meg tudsz hívni havonta egy kávéra, viszont hogyha úgy gondolod, hogy szeretnél te is a Patreon vagy szponzoraim közé tartozni, akkor a videó leírásában találni fogod, hogy hogyan tudsz meghívni egy kávéra, akár havi szinten, akár csak egy egyszeri, kisebb összeggel, lehet igazániból bármi. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm, hogy segítesz ezt a csatornát és magát, az ingyenes vpsuli.hu weblapját is fenntartani. Reklám vége, térjünk vissza magára a munkára. Megtörtént a telepítés, be is kapcsoljuk. Nem vagyok túl jó az ilyen reklámokból, úgyhogy bocsánat. Bekapcsoljuk, és szuper, megyünk is az oldalakhoz. És kell nekünk egy demo főoldal, szerkesztés. Ugye alul megjelennek majd az SEO beállítások, és ez lenne fontos, hogy a különböző nyelvekre vajon le tudjuk-e fordítani.
itt most sok-sok fölösleges dolog számunkra a jelenlegi. Jó. Nem látok itt semmiféle lehetőséget arra, hogy más nyelven ez működjön. Lehetséges, hogy... Beírunk neki ilyet. Lehetséges, hogy a szokásos translate lehetőségekkel működik. Próbáljuk ki. Nekem is ez az első ilyen alkalom, úgyhogy megtörtént egy frissítés. Oldal megtekintése. Mentettem. Néha érdekes, hogy amikor a szerkesztőben vagyunk, mennyi oda frissítés, megtörténik a frissítés, és mégis azt mondja, mintha nem történt volna meg a frissítés, hogy biztosan itt akarod-e hagyni az oldalt, oldal megtekintése, és kapunk egy ilyen üzenetet. Igen, itt hagyjuk ezt az oldalt, bármit is jelentsen ez most az ő számára. Amint hajlandó lesz betölteni, Translate Page, ugye már a jól megszokott módon, és nézzük, hogy milyen új lehetőséget kapunk esetlegesen meg az SEO paknak köszönhetően. Annyit tudok, hogy a fizetős verziója egyébként, ami van így a Hello pakban is, vagy hogyha csak egy-egy oldalra ugye előfizetünk, tehát hogyha van egy multilanguális oldalad, vagy egy WooCommerce webshopod, azokban az esetekben ez mindenképpen hasznos, hogy extra gyorsaság, vagy extra lehetőséget kapsz, főleg, hogyha mondjuk nem okvetlen magyarról kell fordítani, akkor a DeepL integráció például ugye egy kimondottan hasznos dolog tud lenni. Nézzük csak. 5 perc. De alul viszont érdekes, hogy kaptam két új lehetőséget. Ez nekem itt érdekes. Menjünk a string translationre. Én nem emlékszem rá, hogy az ingyenes bot lett volna, úgyhogy ez nem volt ott. De már azt is tudjuk, hogy pontosan miért. Mert ez a URL string translation, vagy slug translation. Tehát maga a webcímünknek is a különböző részeit tudjuk ugye szerkeszteni. Viszont, ugye elnézem, itt már elég komolyan bele lehet menni, úgyhogy ezt most ebben a pillanatban nem kezdünk bele, és ez csak, hogy webcímre szolgálna. Na most ez akkor fog kellene, hogyha tényleg szükséged van rá. Ezzel most mi nem foglalkozunk. Visszamegyünk a vizuális szerkesztőre. Ezért nem volt ott az ingyenesbe, kis csíkig. Ugyanakkor ez még mindig nem a SEO beállításoknak a lefordítása. Na most ebben az esetben ugye annyiból jó helyzetben vagyunk, lehet, hogy csak én nem talán valamilyen oknál fogva, most abban a jó helyzetben vagyunk, hogy maga az oldalnak a tartalma lesz az, ami az igazán nagy erővel fog rendelkezni az SEO feladatokat tekintve, tehát ezzel kapcsolatban nem okvetlen szabad nagy probléma legyen. Menjünk vissza egy utolsó megtekintésre, tehát nagyon egyszerű nyelvválasztót tudunk hozzáadni bármikor, hogyha kell, akkor egy shortcode-ot el tudsz helyezni magán az oldaladon bárhol, főleg, hogyha Elementort, akkor ugye az Elementornak a shortcode widgetjét használva az általuk megadottat egyszerűen csak beilleszted, és konkrétan bárhova elhelyezheted a nyelvválasztót. Tehát ugye három különböző lehetőséget kapunk. Az ingyenesen lényegében le tudunk fordítani majdhogy nem bármit, úgyhogy nem kell semmiféle technikai tudással szórakoznunk, ezek megvannak. A fizetősben ugye kapunk olyan extra lehetőséget, hogy bármennyi nyelvet használhatunk, az automata fordítások ott vannak, maga a SEO része az most ugye egy picikét így döcögős volt, de ugyanakkor a menü elemeket tudunk nyelvenként válogatni, hogy esetleg mire volna szükségünk, és így tovább. Ez most egy egyszerű, kezdőorientált bemutató volt. Lehet, hogy későbbiekben még csinálok ilyen kis apró, picike, párperces tutoriálokat, például hogyan kell DeepL API kulcsot kérni annak érdekében, hogy az automata fordításokat meg tudjuk oldani. Ha ez esetleg érdekelne, akkor a videó alatt mindenképpen hagyj egy kommentet és egy tetsziket annak érdekében, hogy tudjam, hogy szeretnétek ilyen apró kis kiegészítő videókat ehhez. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, és meghívnál egy kávéra, akkor a videó alatti linkeken ezt megteheted. Ne feledd, hogy a Hello pakra, ha még nem vagy előfizető, akkor a 10-15%-os kedvezmény kuponkód ugye ott van a videó alatt. Illetve, ha még nem vagy, és feliratkoznál erre a csatornára, hagysz egy kommentet, hogy szeretnél még ide plusz tutoriál videókat, hatalmas segítség lenne számomra. Addig is találkozunk a következő videóban, további szép napot, szia!